Roppant büszke vagyok arra, hogy a Hősök tere felújítása után, ami 3 évvel ezelőtt fejeződött be, egy új közösségi térhez jutottunk el, és ennek a térnek a neve Budapest tér. A civilek ezt Fradi Parknak hívják, és ez a Fradi Park megnevezés, ez nagyon régi népi neve ennek a térnek. Itt volt Sztálin szobor is, itt voltak kommunista szimbólumok is valamikor. Ráfért erre a térre már a felújítás, és én azt gondolom, hogy az adott helyzetben a második Rákóczi Ferenc, mint térségünkben az egyik legbefolyásosabb történelmi személyiség számára nem mellszobrot vagy táblát avatunk, hanem egy impozáns lovasszobrot. Ennek a szobornak az alapkőletétele, szobor alapnak a letétele fejeződött be ma sikeresen. Komoly technikai megoldás volt, ugye 20 tonnás mészkő elemet kellett, hogy ráhelyezzünk arra a fundamentumra, ami itt már készen volt több hete. Én azt gondolom, hogy megnyitója ennek a térnek, amikor a szobor is a helyre tud kerülni, ez akkor válik aktuális, amikor be tudjuk fejezni azokat az elemeket, amit pont a darubeállása miatt nem tudtunk. Ezek a lépcsők, ezek a járdarészek, a mozgáskorlátozottaknak a lehajtója épül most ezután fel, és én nagyon bízom benne, hogy egy 3-4 héten belül ezt be tudjuk fejezni, és végre vissza tudjuk adni a beregszásziaknak, városunk vendégeinek, a beregvidékieknek ezt a közösségi teret. Komoly szimbólumot képvisel, ráadásul második Rákóczi Ferenc személyisége, illetve a tevékenységében szerepet vállaló több nemzetiségűek, a magyarok, a ruszinok, az ukránok, a romák ilyen vagy olyan beosztásban voltak, és együtt haladtak a siker irányában. Második Rákóczi Ferenc névre hallgat a beregszászi büszkeségünk, a főiskola is, és ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ezt a nevet úgy tudjuk kezelni, hogy ez a háromszög, a Petőfi szobor, a Sevcsenko szobor és második Rákóczi Ferenc egyben biztosra veszem, hogy egy nemzetek közötti harmóniát is létre fog tudni hozni, és természetesen számítok arra, hogy zarándok hely lesz minden Kárpátaljára utazó magyarnak, külföldinek, ukránnak, és szeretettel gondolunk majd vissza azokra, akik ennek a térnek a felújításában, a szobornak a kihelyezésében szerepet tudtak vállalni.